Egy furcsa szabályozás, amely sportolókat is hátrányosan érinthet, az OEP, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár január 1-től a szervkilökődés kivédésére használt gyógyszereknél új szabályt vezetett be, így negyed évenként megváltoztathatják a támogatott készítmények fajtáját. Ez azonban veszélyes játék, mondják az érintettek, a Miértek Szalamanov Zsuzsával, a Transzplantációs Alapítvány elnökével és a 21-szeres világbajnok magyar szervát ültetett sportolóval, Jung Ágnessel. Kezdjük sokan, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! No hát, akkor nézzük, Ágnes, azt, hogy például jelen pillanatban egy 21-szeres világbajnok mit sportol, mit él sportol, mi most a fő kategóriája? Kicsit javítanunk kell, mert 25-szörös. Hát nem bírjuk követni, igen. Utolsó világjáték lemaradt. Ugye 25-szörös világbajnok vagyok, 31-szeres Európa-bajnok, számtalan világcsúcsom van atlétikában. De mellettet olvasozom, ugye a világbajnoki, meg Európa-bajnoki címén ebből is vannak. Van még röplabdás. Röplabda csapattal is sikerült világbajnoknak lenni, Európa-bajnoknak. 5-ször voltam az év sportolója, 5-ször voltam zsinórban az Európa játékok legjobb sportolója, úgyhogy számos sportágban segítem a jobban az atlétikában, a szakágvezető edző vagyok és a szövetségi kapitány, úgyhogy a számos versenyt segítem hozzá. Mindjárt megnézzük akkor, hogy ennek a konkrét ügynek a sportolókra, a transzplantált sportolókra milyen következménye lehet. Zsuzsa, amikor ezt meglátta, hogy így változik a szabályozás, akkor megdöbben, nem? Megdöbbentem. Én szeretném elmondani és előre tisztázni, hogy nem, tehát úgy amblok a generikumokkal nincs problémám. Minden országban, Európában, mindenhol a generikumokat használják, a generikumokkal nincs baj. Fejfájáscsillapítónak, lázcsillapítónak, koleszterincsökkentőnek, gyomorsavlekötőnek, tehát nagyon sok mindennél természetes, hogy használnak, bevezetnek egy olyan gyógyszert, amikor lejár egy gyógyszernek a licence, akkor az olcsóbbik generikumot használják. Ezt nyugat-európai országokban kötelező is, tehát nincs appelláta. Azonban egy olyan gyógyszernél, ami életfenntartó gyógyszer. Hát gyakorlatilag a szervkilökődés, gátló gyógyszer, igen. Ezt nem szabad megtenni, mert nem feltétlen biztos, de kilökődést okozhat. Tehát a felszívódása más a generikumnak, ugyanaz a hatóanyaga, de más a vívőanyag. Azt mondják, hogy 80% és 125% között kell, hogy azonos legyen. Hát az már azt jelentheti, hogy akkor nem 100%-osan azonos, tehát a felszívódása más, a gyógyszer szintje más lesz. Ez azt jelenti, hogy hetente, illetve később már 2-3 hónap után 2 hetente kell járni a laborra. Nekem most már én 17 éve, 18. éve vagyok transzplantált, én fél évente kellett, hogy járjak laborra, ellenőrzésre, de most nekem orvosi, szakmai szempontból kellett, hogy átállítsanak egy másik gyógyszerre. Ennek a következményei látszanak most éppen rajtam, ez most már 4 hónapja tart ez az átállítás. 2 hetente kell, hogy járjak laborra. Ez az embernek egy csomó idejét elveszi, mert az, hogy én megyek a kontrollra, a klinikára, az egy napos program. Ugye azt mondják, hogy dolgozunk, a transzplantáltak leszázalékolását is most felülvizsgálták, minden rokkant nyugdíjas dolgozon. Igen, és akkor 2 hetente 1 napot a klinikán töltünk, illetve eleinte 1 hetente, mert az első 2-3 hónapban hetente kell járni ilyenkor egy gyógyszerátállításnál kontrollra. Az embernek az idejét veszi el, az idegeskedés, a stressz, hogy vajon sikerül az átállítás, vagy kilöködik. Ha kilöködik, meg tudják állítani a kilöködést. Ha meg tudják állítani, az nagyon nagy szerencse, de az már milliókba kerül. Tehát ezek mind olyan pluszköltségek, ami egyszerűen nem is érthető, hogy nem számolnak az OEB, aki ezt kitalálta, az nem számol, hogy amit behoz a vámon, elveszti a réven, mert... Hát tehát magyarán mondva azt arra is appelláljunk, hogy egyrészt az, hogy veszélynek tesz ki embereket, másrészt meg ez egy plusz költsége. Van. Tehát hiába gondolják azt, hogy ettől ebbe az esetben kevesebb lesz, éppenséggel több lehet. És ugyanakkor el kell mondanom, amit nagyon csodálok, hogy soha a transzplantációnak nem volt korlátja. Tehát nagyvonalú, minden kormány, az állam mindig nagyvonalú volt a transzplantációval, nem szabtak egy határt, nem 2 fillérbe kerül, ugye egy transzplantáció azért több millió forintba kerül. Most egy generikum és az eredeti gyógyszer között
mondjuk napi 1500 forint a különbség, tehát be tudnak hozni rajta évi 200 ezer forintot. Ezt nem szabad, és van 2-3 ezer ember, még annyi se talán, akinél ez a változtatás bekövetkezne. Ágnes, ez annyira nem költség. Ágnes, transzplantált sportolók. Igen. Ez megint egy, ez még ráadásul egy speciálisabb helyzet is, igaz? Így van, így van. Én még egy speciális helyzetben vagyok, hogy másodszor voltam transzplantált versével, úgyhogy most tavaly áprilisban kaptam a második versémet. Hozzá kell tennem, hogy a jó immunszupresszív gyógyszerek mellett is előfordul az, hogy egy picivel rövidebb lesz a vese élettartama, ugye, mert a gyógyszereknek nem csak pozitív hatásai vannak, hanem mellékhatásai, de egy jól bevált gyógyszerrel minél tovább el lehet az élettartamát egy szervnek nyújtani. A nagy átlag az a 10 és 20 év között van, vannak akik 30 év környékén is vannak. Na most, ha egy de, bocsánat, picivel, ilyen gyógyszercseréke nem biztos, hogy olyan bátran merne neki elvágni egy 5 kilométeres futásnak, igaz? Kiemelni, hogyha egy kevésbé biztos gyógyszerrel próbálkozunk, azzal az a gond, hogy ugye megrövidülhet a szerv élettartama, kilökődhet, emellett aki sportol, és mondjuk nem csak szabadidős és rehabilitációs jelleggel, hanem élsportban gondolkodik, az edzők sem merik semmilyen szinten terhelni, mert nem tudhatjuk, hogy ugye a gyógyszer miatt lett érzékenyebb a vese, és ezért lökődik ki, vagy a nagyobb terhelés. Tehát egyszerűen egy stabil gyógyszer mellett tudjuk, hogy mi az a határ, ameddig lehet feszegetni. Tehát akkor keresztül húzza az élsportoló számít, a sportoló transzportát számít. Tehát benne van egy félelem a versenyzőbe, az edzőbe, éppen elég tényleg a versenyeken stresszelni. Arról nem beszélve, azt nézzük, hogy ha csak az átlag transzplantált életvitelét nézzük, ugye egyrészt nem tud úgy dolgozni. Én meg úgy gondolom, hogy azt is kell nézni mögötte, hogy az emberi sorsot. Tehát valaki átment egy krónikus súlyos betegségen, kapott az élettől egy lehetőséget, hogy újra egészséges lehet, aktív lehet akár az életben, stb. Nem csak ő maga nyomorodik meg újra, mert ugye újra dialízis lehet, mondjuk egy tüdőtranszplantált, szívtranszplantáltnál még nincs is nagyon pótló kezelés, tehát akár az életébe is kerülhet, és arról nem beszél, hogy a családja, tehát a gyerekei, a felesége, férje, tehát én azt gondolom, hogy az anyagi vonzata mellett, ami ugye a Zsuzsa is mondta, igen, hogy rövid idő ezeket alatt, az emberi szempontokat is figyelembe kell venni. Hát nagyon Zsuzsa, úgy gondolom, Ágnes, több ezer ember életéről. Végére értünk, akkor nincs más, mint tisztelettel kérjük az egészségbiztosítási pénzt, hogy gondolja ezt végig, mi meg fogjuk őket kérdezni, aztán visszatérünk rá. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönjük szépen. Köszönjük.